Palicson már délelőtt 11 órakor 25 fokot mutatott a hőmérő. Érdemes lesz a hétvégén strandolni, persze nem a Palicsban, mert a tó vízét a part mentén most sűrű, nyálkás, zöld réteg borítja, ami egyedül a benne úszkáló hattyút nem zavarja. Egyébként az ilyenkor megszokottnál mintegy 3-4 fokkal melegebb idő viszont sokakat megvisel. Az más vagyok, aztán nehezebben tűröm a meleget, jobb a hideg. Sokszor meg szoktam izzadni, és hát a nyár nekem ugye a kedvenc évszakom, és én tudom tűrni, csak sokszor álnyékba kell menni, meg le kell pihennem, hogy az az izzadás az megszáradjon, mert nagyon sokat izzadok. A krónikus betegeknek ilyenkor fontos betartaniuk az előírt terápiát, kánikulában az orvosoknak is több a munkájuk. Azokat viseli meg elsősorban, akik, hát kimondom a szót, meleg front érzékenyek. Tehát az általános tünetek, amivel jelentkezhet koncentráció, tehát összpontosítási nehézség, úgy fizikai munkákhoz, vagy pszichai munkákhoz, megszaporodik a vérkeringési betegségek, szív- és érrendszeri betegségeknek a száma. Ezen kívül a nagyon fiatal korosztály esetében gyerekeknél ők nehezen alkalmazkodnak, és az idősebbek szervezete is nehezebben alkalmazkodik hozzá. Több a hőleadás, tehát a víz leadás is megnő, a vízháztartás forgalma, verítékezéssel, izzadással. Az időjósok szerint a hétvégére igazi strandidő várható. Következő napokban fokozódik a meleg, a hőmérséklet vasárnap éri el a csúcspontot, akár 31-32 fok lehet árnyékba. Igaz, a reggelek már kicsi frissebbek lesznek, a 15-6 fok körüli hőmérséklet, tehát valójában nagy lesz a hőmérséklet különbség a reggel, minimális és a maximális hőmérséklet között, viszont hétfőtől kezdve egy hidegfront közelít meg, illetve el is ér bennünket hétfő délután este folyamán, akkor várható, hogy beborul az ég, főleg a délutáni esti órában, és akkor heves zápor, zivatar valószínű. Úgyhogy kettől kezdve, hétfőn még marad a meleg idő, tehát hétfőn is a 30 fok körüli hőmérséklet várható. Kettől kezdve viszont visszaesik a jócskán a hőmérséklet. Kedden és szerdán hűvös lesz az idő, utána ismét visszatér a vénasszonyok nyara, és kisebb-nagyobb ingadozásokkal egész szeptember folyamán kitart, október közepéig nem is várható tartósabb lehűlés.